Péntek délután tovább folytatódtak az alakuló ülések. Ezúttal a bajai cigány, illetve a bajai német önkormányzat képviselőit választották meg. A választási eredményeket a helyi választási bizottság elnöke ismertette. A bajai cigány önkormányzat elnöke Horváth István Szilveszter, helyettese pedig Lakatos Ferenc lett. A munkájukat Lakatos Ferencné, Katona Daniella és Horváth István Szilveszterné segíti. Igen, mi nagyon szeretnénk együttműködni a bajai önkormányzattal, mint ahogy eddig is együttműködtünk, nagyon jól működött a kapcsolat, de most inkább a felzárkóztatásra fektetnénk nagyobb hangsúlyt. A bajai cigányság hasznára szeretnénk fordítani ezt a felzárkóztatást, és nagyon remélem, hogy a Baja város és a polgármester asszony személyében együttműködő partnert fogunk találni. A cigány önkormányzathoz hasonlóan a német önkormányzat ugyancsak 5 fővel alakult meg. Elnöknek Manz Józsefet választották, aki 1994 óta tölti be ezt a tisztséget. Helyettese Huber Éva maradt. A testület tagjai közé tartozik Manz Alfred, Glassenhard János és Csorbai Péter is. A német önkormányzat legfontosabb feladatának továbbra is a nyelv és a kultúra ápolását tartja. Azt tudom elmondani, hogy bármilyen színű volt Baja város vezetése, mindig maximálisan jó volt az együttműködésünk. Mindenben támogattak bennünket, az itt dolgozó szakemberek bármilyen problémába fordultuk feléjük, profi módon segítettek. Nagy bizonyítéka ennek a most elkészült Turner Schachtel. Manz József kiemelte, a bajai önkormányzat mindig pozitívan állt minden kérésükhöz, és reméli, hogy a jövőben is együtt tudnak működni. Mindkét kisebbségi testület tagjai és vezetői társadalmi megbízatásként díjazás nélkül végzik munkájukat a jövőben is.